Sziasztok! Hát nagyon rossz hírem van sajnos a szlovákiai repülőnappal kapcsolatban. Nem tudtunk kimenni, ugyanis szerdán elkaptam egy, tehát ugye szombaton volt a repülőnap, szerdán elkaptam egy elég komoly ilyen gyomorfertőzést, és úgy nézett ki a dolog, hogy csütörtökön nagyon rosszul voltam. Pénteken pedig már egész jó voltam, készültünk, mentünk a boltba beszerezni dolgokat, stb. Tehát úgy nézett ki, hogy minden frankó. A Facebook oldalon láttátok is a Facebook oldalon, hogy mi a helyzet, tehát hogy hú, készülünk, meg össze van készítve, minden is megyünk, és tényleg tök jó voltam. És akkor az történt, hogy már azért péntek este éreztem, hogy nagyon gyenge vagyok, valami nem oké. És az történt, hogy sajnos szombat hajnali kettőtől folyamatosan komoly gondjaim voltak. Úgyhogy esélytelen volt, hogy egy ekkora útnak így neki induljak. Úgyhogy sajnos ez most így alakult. Jó, feld a kamera, most nézem, sorry van. Most gyorsan csak feldobtam. Megyek a suliba, megvan az utódom. Ő neki mutatom meg a dolgokat. Megbeszéltük, hogy ma végig megyünk. Ma holnap után még 3 napig dolgozom, a mait is beleértve. És hát dolgozom, hát bemegyek, aztán megmutatom, hogy mi újság van. Átnézzük a dolgokat, meg még amit tudok, megcsinálgatok, és aztán csütörtök, tehát ma hétfő van, és akkor csütörtöktől pedig már szeptember 1-től kezdek az új helyen, az UMS-nél. Voltam benne egyébként a papírokkal, akkor körbe mutatták a helyet. Sajnos a főnökök, a leendő főnökök, azok más főnökeim, azok épp értekezleten voltak. Úgyhogy az mondjuk eléggé szomorú volt, hogy nem tudtam velük találkozni, mert kiderült, hogy azt még nem... Szóval így nem tudtam meg, hogy hova kerülök, mert ugye ott több részleg is van az informatikán belül, és nem tudtam így meg, hogy most konkrétan hova is kerülök. Tehát szeptember 1-én nagyjából úgy megyek be, hogy lutri. Tehát, hogy még azt sem tudom, mit fogok csinálni. Mindegy, hát ez most így jött ki, ez a lépés. A lényeg, hogy már intézik a felvételt, tehát a HR-re mentünk, és így intézik a felvételemet, úgyhogy az is rendben lesz. Ki fog derülni. Hát várom, hogy mi lesz. Azért nyilván egy új munkahely azért, így 8 év után, 8 évig voltam itt a suliban, 8 év után azért egy új munkahely azért az város ilyenkor, hogy most mi lesz, hogy lesz. Ott a leendő kollégák a kezeletünkben mutattak nekik, de hát igazából nem volt egy nagy találkozás. Lehetett volna menni még beszélgetni velük, meg ilyenekre, tehát volt rá idő, mert a HR-en is szóltak, hogy még várni kell, stb. Lett volna még rá idő, de az igazság, hogy nem éreztem olyan jól magam. Annyira összejött most minden, srácok, hogy ez ami elképesztő, szóval érthetetlen tényleg. 2 hónapig otthon voltam, semmi bajom nem volt, otthon dolgoztam, meg stb. Semmi bajom nem volt, de az ég adta világon, nem hiszitek el. Tényleg jó formán mondhatom, hogy még csak el se tüsszentettem magam. Erre most, amikor a toppon kéne lennem egészségileg, mert itt az új munka, mennénk, tényleg 3 éve várom ezt a nyomorult repülőnapot is, stb. Tehát tényleg most kellene a toppon lennem egészségileg, vagy legalább nem toppon, legalább normális szinten, tehát csak átlagos szinten kéne lennem. Na, most természetesen nem. Tehát ez annyira Murphy vagy, én nem tudom már, hogy mit mondjak erre, tényleg annyira sorszerű, hogy félelmetes, hogy hát persze, hogy pont most nem, tehát egyértelmű, 2 hónapig meg semmi. Tehát ez egy picit azért így cseszi a csőrömet, megmondom a frankót. Tehát azért ez így elég kemény, meg elég kellemetlen. A repülőnapra való készülés is ugye rengeteg pénzbe került. Vettünk dolgokat rá kifejezetten erre, stb. Készültünk. Nagyon durva. Hát a jegyek áráról nem beszélve, stb. Tehát azért az, hogy most eltankoltam az autót, az egy dolog, mert az ugyanúgy el fog menni majd a munkahelyre is, hogyha járok, stb. Tehát azért itt ez kemény költségekben volt így összességében. Ha csak ezt az oldalt nézzük is. Úgy egyébként annyira talán nem vész, így azzal nyugtatom magam, persze ez csak ilyen, tehát hogy megnyugodjak. A Szlovákban úgy néz ki, hogy ugye ott minden évben van repülőnap, és ugye ha,
ha a jövőre kecsón is lesz, akkor még jobb a helyzet, mert akkor csak oda kell menni. Úgyhogy talán annyira nem vész. Csak sajnálom, mert a barátaim most lettek volna először repülőnapon, így miattam úgy ők se tudtak menni, mert ugye én vittem volna őket, hogy csak velünk jöttek volna. Úgyhogy azt mondjuk nagyon sajnálom, de jövőre mindenképpen pótoljuk, és akkor ahol meg biztosan ki leszünk, szerintem az a hangfoglalás, tehát arról biztos, hogy lesz majd videó is, meg minden. Két kutyás rendezvény is lesz, amiből úgy néz ki, lehet, hogy egyikre sem megyünk, lesz egy nagyobb kutyás összeröffenés, ugye szeptember 10-én. Facebook oldalamon kint vannak ezek az események egyébként, amikről beszélek általában. Úgyhogy szeptember 10-én lesz egy nagy kutyás összeröffenés, ezt a tetovált állatmentők szervezik, amennyire tudom. Ott mindenféle kutya, meg nagy programok lesznek, meg versenyek, meg minden szélszar. A Pólusnál pedig lesz egy kavalieres, ócsak kavalierek. Mondom, másokból nem. A szeptember 10-i az messze van viszonylag, de 18. kerület, meg mit tudom én, már dolgozni fogok, nem biztos, hogy szombaton ahhoz lesz kedvem, hogy most itt hú, de nagyon most én kocsikázok, lehet, hogy örülök, hogy élek, mert lehet, hogy olyan lesz a meló, nem tudom, mennyire lesz kemény. A másik helyre viszont másokból nem megyünk, megmondom őszintén. Erről majd lehet, hogy beszélek, lehet, hogy nem, de most ez nem is érdekes annyira. Úgyhogy, jó, most itt egy kicsit leorganizok, mert úgy látom, valami van fel van bontva itt a súlyodva, úgyhogy lehet, hogy nem is fogok tudni beparkolni, meglátjuk. Jó, nem is húzom tovább az időt. Sorry, srácok, így aztán videó sem lesz természetesen a repülőnapról. Ez most így alakult. Bepótoljuk mindenképpen jövőre 100%, hogy hát remélem, hogy nem leszek szarul. Tehát jövőre megyünk mindenképpen. Jó? Na, akkor... Sziasztok!